Emlékszem, voltak olyan esetek, amikor széttörték a takácsok a szövőgépeket, mert ugye föllázadtak ellene. De hát ez mondjuk pár száz évvel ezelőtt történt, de akkor is már az emberek féltették az állásukat. Ez mégse lett világvége. Azért, ha belegondolunk, most körülbelül az emberek 60%-a olyan munkát végez, ami 50 évvel ezelőtt nem létezett. És ugyanez fog történni. Nem az, hogy eltűnnek a munkák csak, át fognak alakulni. Ez a mesterséges intelligencia még elég putuska, nagyon gyorsan fejlődik, tehát ez sokkal gyorsabb, mint a szövőgépek fejlődtek, de azért itt még nagyon erős korlátok vannak arra, hogy mire képes. Tehát arra, hogy fölébred, öntudatra ébred, és majd leigázza a világot, arra lehet mondani sok mindent, de ez még messze van. Ahogy általában használni szoktuk mostanában a mesterséges intelligencia fogalmát, tehát olyan számítógépes megoldások, amik olyan feladatokat oldanak meg, amik eddig lehetetlennek tűntek, vagy nagyon nehezek, tehát képfelismerés, szöveggenerálás, általában olyanok, amit azt mondjuk, hogy a józanész kell hozzá, hogy megcsináljuk, és nem tudtuk matematikai módszerekkel leírni a feladatot. Mindegy hagyományos programnál ugye meg volt mondva, hogy ha ez történik, akkor történjen az. Itt viszont egyszerűen nem tudjuk, ha azt kell megmondani, hogy ismerjen fel egy arcot a képen, arra vannak különböző módszerek, de a mesterséges intelligencia sokkal hatékonyabban meg lehet oldani, mivel az arc lehet százféle módon állhat, ferdén tartja a fejét, egyenesen tartja a fejét, kicsit árnyékban van, nincs árnyékban, tehát ezer olyan dolog lehet, amit hagyományos programozási módszerekkel reménytelen volt megcsinálni hatékonyan. Viszont ez a, amit most mesterséges intelligenciának hívunk, ami jelenleg szóhasználatban inkább a neurális hálózatokat tartják mesterséges intelligenciának. Ez most nagyon fölpörgött. Az utóbbi 10 évben gyakorlatilag fantasztikus tempóra diktál, de ez az kellett, hogy a számítógépek olyan mértékű fejlődésen essenek át. Bele kell gondolni, az Apollo program, ami 55 éve volt ugye az Apollo program, annak a számítógépe. 95-ben a Cray 1 számítógép az vagy 3000-szer gyorsabb volt. Az a számítógép a Cray 1-ből, most kéne körülbelül 2000 darab, hogy egy mobiltelefonnal összemérhető legyen a teljesítménye. Tehát iszonyatos tempóba fejlődött, és ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia működjön, nagyon nagy mennyiség adatot kell feldolgozni, nagyon gyorsan. Ehhez viszont kellett először, hogy a számítógépek fejlődjenek. A másik az, hogy a betanításhoz iszonyatos mennyiség adatra volt szükség. Na most honnan szedtünk elő digitális adatokat? Nem tudtunk leültetni embereket, hogy írják le a kérdést a válaszokkal, és majd ezt megtanítjuk a számítógépbe, reménytelen lett volna. Viszont az interneten képződött olyan őrületes mennyiségi adathalmaz, amit már le lehetett kezdeni használni, tanítatni vele a mesterséges intelligenciát. Tehát gyakorlatilag internet nélkül nem igazán lehetett volna megcsinálni a mesterséges intelligenciát. Most hagyjuk azt, hogy itt viták vannak, jogi viták vannak, hogy most jogosan használták fel betanításra, nem jogosan használták fel betanításra, de enélkül nem igazán lett volna esélyünk, hogy olyan mennyiségű adatot összeszedjünk, hogy a jelenlegi technológiánkkal betaníthatóvá tesz egy mesterséges intelligenciát. Bármit lehet mindenféle dologra használni, tehát ha belegondol, az első kőtől kezdve azt is lehetett háborúra használni, meg a diófeltörésére is használni, és ez mindig így volt. Ha most azt mondjuk, hogy hú, tiltsuk be, mit fogunk elérni vele a tiltással? Aki betartja a szabályokat, az nem foglalkozik vele, mert be van tiltva. Aki nem tartja be a szabályokat, az foglalkozik vele, és csak neki lesz mesterséges intelligenciát, tehát esélytelenebb helyzetbe kerülnek azok az emberek, akik betartják a szabályokat. Tehát most ezért megy őrült harc a különböző államok között is. Kína is őrült tempomban nyomja a mesterséges intelligencia. Ott ugye személyiségi jogi problémák nincsenek, mert azzal nem foglalkoznak. Amerikában is most azon van a vita, hogy ne korlátozzák. Európa már készültett korlátozott terveket a mesterséges intelligenciára, de nem biztos, hogy jót fog tenni Európának, hogyha nagyon bekorlátozzák a fejlesztést, mert abból csak azt érjük, hogy mi lemaradunk, mindenki más meg elhagy minket, és mi csak itt ülünk és nézzük, hogy hová futottak el a többiek a mesterséges intelligenciával. Próbálkozni lehet, de nem sikerült még semmit korlátozni. Gondolj végig! Szesztilalom Amerikában sikerült korlátozni. A legnagyobb szeszfogyasztás abban az időszakban volt, amikor a szesztilalom volt. Tehát lehet harcolni. Harcolnak a kábítószer ellen, harcolnak itt. Lehet harcolni. Van, ami ellen kell is, mert egyszerűen nem megengedhető, hogy az úgy legyen. De abban reménykedni, hogy majd én kijelentem, és korlátozom jogilag, és ezért nem fogják használni, ez
akinek a mesterséges, aki a mesterséges intelligenciába nagy áttörést ír át, az olyan előnyben rész kerül a többiekhez képest, mert olyan iszonyatos fejlődést tud produkálni, hogy ezt senki nem meri kihagyni. Ezért nem fogják a nagy államok, tehát Amerika, Kína, nem fogják letiltani ennek a... Legfeljebb az Európai Unió letiltja, és akkor majd mi lemaradunk. Ezt elérhetjük.